Szép estét kívánok a 60-i Városi Televízió nézőinek, a rendelő soron következő adását látják. Mai vendégünk a Látszerészet Birodalmába kalauzol el bennünket. Részletesen megtudhatják, mivel foglalkozik egy látszerész, hogyan dolgozik, miben tud segíteni önöknek. Köszöntöm a stúdióban Tóth Ferenc urat, a Toptika 60 Kft. Ügyvezetőjét. Már azt is mondtam, hogy látszerész, azt is mondhatnám, hogy optometrista. Talán ezzel kezdenénk majd, hogy mit jelent ez a foglalkozás, de mielőtt ebbe belevágunk, egy kicsit mutassuk be azt a céget, azt a Kft-t, ahol tevékenykedik, ahol zajlik ez a munkálat. 92-ben nyitotta a kapuit ez a tevékenység, azóta már közel negyed évszázadot bejárt. Meséljünk akkor erről, hol található ez az üzlet, mit lehet tudni rólatok? Jó estét kívánok! Tehát az üzlet, az első üzlet, amit nyitottunk 92-ben, az a Horváth Mihály úton, hogyha Gyöngyös felé megyünk ki a városból, akkor bal oldal található, egy nagy élelmiszerbolt mellett, illetve a Trianon téren, ahol van a trianoni emlékmű, ott találjuk az üzletet. Szemvizsgálattal, illetve szemüveg készítéssel foglalkozunk, illetve kontaktlencse rendeléssel gyakorlatilag már 25 éve. Ezt a hármat szeretnénk bemutatni részleteiben mindazok nézőknek, akiknek ilyen segítségre szükségük lehet, illetve mikor fordulhatnak ilyen szakemberhez. Tegyünk alapvető különbséget nyilván a szemészet és a látszerészet között, az orvoslás és a optometrista között. Mutassuk be a televízió nézőknek, hogy hogyan dolgozik egy látszerész, milyen tevékenységi köre van. Nálunk lényegében a szemfénytörési hibáinak a korrigálását végezzük, tehát elsősorban nem a szembetegségekkel foglalkozunk, hanem azzal, hogy éles látást biztosítsunk a mindennapokban, tehát a mindennapi tevékenységekhez. Emellett szűrővizsgálatot végzünk, tehát ha bejön valaki hozzánk egy látásvizsgálatra, akkor amellett, hogy megnézzük, hogy milyen szemüvegre van szüksége, kap egy általános szűrőjellegű vizsgálatot is, amivel kiszűrjük a leggyakoribb szembetegségeket, amik előfordulhatnak a magyar lakosságban. Nagyon sok mindennek ki van téve az ember szeme, szemefénye, nem is véletlenül mondják ezt. Itt ez a nagy szokatlan hideg is. Ebben a hideg időjárásban is fokozottan oda kell figyelni szemünk védelmére. Egy látszerész ebben milyen javaslattal tud szolgálni? Ilyenkor a könnytermelés fokozódik. Érdemes, aki hajlamos a szemszárasságra, esetleg műkönnyeket használni. Ezek megvásárolhatók az optikákban is általában. Ennek szemvörösség lehet esetleg a tünete, vagy szúróérzés tulajdonképpen hasonló, mint a számítógép előtti munkánál, ami jelentkezhet. Gyakorlatilag előfordul, hogy ez tényleg csak amiatt van, mert egy kicsit erősebb a vizes könyvtermelés, és felhígul a könyvfilmünk, amit remekül helyre tudunk tenni egy műkönnyel. Téli időjárásban ez szokott az elsődleges panasz lenni, hogy nagyon könnyezek, és elhomályosodik a látásom. Tulajdonképpen aki szemüveges, az kicsit előnyben van, mert ott fizikailag kap már egy védelmet a szemünkbe, nem fúj bele a jeges szél, de továbbiakban sok mindent ezzel nem tudunk csinálni, sajnos ezt problémát ezt kezelni kell. Hogyan történik egyébként a látszerészetben a szemvizsgálata? Nyilván ehhez számtalan készülék áll a látszerész rendelkezésére, ahol objektív képet kap a szemállapotáról, és el tudja látni az odalátogatót egy megfelelő információval, hogy szemüveg, vagy kontaktlencse, vagy ha szemüveg, akkor abból milyen fajta. Erről majd a későbbiekben beszélgetünk. Most magáról, arról, hogy történik a látszerészet, mint vizsgálat. Hát először is megbeszéljük, hogy mire van szükség, mi az elsődleges probléma, amivel hozzánk fordult, hogy mik a látásigényei tulajdonképpen, hogy ő egy autóvezetéshez szeretne szemüveget, olvasáshoz, vagy esetleg számítógép előtti munkához, vagy szeretne egy olyan szemüveget, amiben mindez együtt benne van. Ezek után megnézzük, hogy milyen a látásélessége,
esetleg, hogyha van szemüvege, megmérjük azt is, hogy azzal milyen a jelenlegi látás élessége. És ezek után egy komputeres szemvizsgálat következik, majd meghatározzuk a szemüvegnek a dioptria értékét, távolra is, illetve közelre is, és hogyha ezzel készen vagyunk, akkor következik a szűrővizsgálat része a szemvizsgálatnak. Itt a legáltalánosabb dolgokat szűrjük, tehát szürke hályogra, esetleg zöld hályogra, illetve a szemfenéken esetleg a magas vérnyomásra tudunk következtetni. Hogyha itt észreveszünk esetleg valami olyan tünetet, ami árulkodó lehet, akkor továbbítjuk a pácienst a szemészetre. Most alapvető különbséget mondtál az előbb a kontaktlencse és a szemlencse között, tehát gyakorlatilag a szemüveglencséje között. Ennek csupán esztétikai oka van, hogy esetleg valaki a kontaktlencsét választja, nyilván macerásabb a használata, vagy kifejezetten van olyan páciens, akinek inkább az javasolt, mint a szemüveg. Tehát tegyünk most akkor egy ilyen szakmai magyarázatot a tévénézőknek, hogy a kontaktlencse kinek ajánlott, illetve mikor ajánljátok azt, és mikor inkább azt, hogy szemüveg mellett döntsön a érdeklődő. Hát mindenkinek más az igénye, hogy mire van szüksége, de azt fontos leszögezni olyan, hogy csak kontaktlencse viselő, olyan nem szabad, hogy legyen, hiszen bármiféle probléma adódik esetleg a szemünkkel, akár belement valami, vagy elkapunk egy kötőhártyagyulladást, akkor a kontaktlencse használata kizárt. Tehát ebben az esetben azért viselnie kell a szemüvegét is annak, aki általában egyébként kontaktlencsét hord, illetve hogyha teljesen egészséges és nincsen semmi problémája, akkor is fontos, hogy hetente egy-két napot minimum szüneteltesse a kontaktlencse viselést, hogy tudjon egy kicsit regenerálódni a szem. Ami itt a kontaktlencse viselőknek a felelőssége, és fontos, hogy ezt betartsák, hogy nem szabad túlhordani sem a kontaktlencsét. Tehát ez is egy gyakori probléma szokott lenni, hogy általában nem figyelnek oda a kontaktlencse viselők arra, hogy ha nekem kényelmes a lencse, akkor betartsam ezeket az alapvető szabályokat, hogyha bármi problémám van, akkor nem teszem be a lencsét. A látásigény szempontjából pedig hát nyilván egy sportoláshoz sokkal praktikusabb egy kontaktlencsét viselni. Most már többfajta lencse van, mint akár 10 évvel ezelőtt, tehát már megjelentek a napi kihordási idejű kontaktlencsék is. Tehát akár alkalmanként is betehet valaki egy kontaktlencsét, mind a mellett, hogy egyébként szeret szemüveget viselni. Tehát ennek az az előnye, hogy reggel beteszem a kontaktlencsét, este kidobom a kukába, ez az összes szennyeződésével együtt, illetve sérülésével együtt a lencse gyakorlatilag kidobásra kerül. Ez egy sokkal higiénikusabb és egyszerűbb, praktikusabb használat. Tulajdonképpen a normál kontaktlencse viselés az még inkább a hosszabb kihordási idejű kontaktlencsékre tevődik zömében, de emellett is, aki esetleg elmegy nyaralni, vagy uszodába megy, nyugodtan vásárolhat napi kihordási idejű kontaktlencsét, mert sokkal jobban jár, hogyha azokat a szennyeződéseket, amiket ott esetleg összeszed, azokat nem teszi be másnap a szemébe a használt kontaktlencséjével. Lényegében kontaktlencsével és szemüveggel ugyanazok a korrekciók megoldhatók, most már tehát az az egyéni döntéseire tartozik mindenkinek, hogy melyiket szeretné viselni, illetve melyik a kényelmesebb számára. A szemüveggyártók is azért haladnak a korral, mondhatni, hogy egy kicsit azért a divat irányzattal is, hiszen azért az az ember fejére kerül, a tekintetére kerül, tehát nagyon nem mindegy esztétikai szempontból sem, hogy hogy néz ki az a szemüvegkeret, meg egyáltalán, hogy kényelmes legyen, jó legyen a viselése. Tudjuk azt is, hogy nem olcsóak, nyilván azért ennek is megvannak az okai, hiszen egy esztétikai történet az mindig többe kerül.
Most a szemüveg keret az egy dolog, sokféle van, mindenféle fém, műanyag, inkább a lencse, ami nagyon sokat változott ez alatt a 25 év alatt is. Tehát most már, amikor elmegy az ember egy ilyen látásvizsgálatra, akkor olyan sokféle információval gazdagodik, hogy mit kérhet a lencsére, hogy fényvédést, hogy sötétedjen a fényre, hogy cilinderes legyen, hogy bifokális legyen. Tehát ennek a egyszerű hétköznapi használatait mondtam, amit az ember híradásból innen-onnan magára szed, nyilvánvaló szakmai szempontok alapján tőled várjuk ehhez a választ. Hogyan választanak az emberek szemüveghez lencsét, illetve hogyan ajánljátok, milyen lehetőségek vannak nálatok? Hát rendkívül sokat fejlődött, és tulajdonképpen az, hogy ki milyen lencsét választ, azért nagyban meghatározza, hogy milyen az ő látáshibája. Tehát az, hogy cilinderes vagy bifokális, az elsősorban attól függ, hogy milyen korrekciót kell adnunk, tehát ezt nem annyira választja a páciens. Mondjuk azt, hogy bifokális lencsét hordok, vagy esetleg multifokális lencsét, az már inkább egyéni választás kérdése, hát ez jó részt azért anyagi döntés, mert a multifokális, tehát az újabb fejlesztésű lencsék, amik megadják az éles látást a közeli távolságra is, meg a távoli látásra is. Lényegében ezek egy kicsit drágábbak, mint a külön megoldás, amikor vagy van egy olvasó szemüvegem, illetve egy külön távoli szemüvegem, vagy egy bifokális lencsém, ahol ott azért látszódik ez a kis olvasó rész a szemüveg lencsében. Az újabb lencséknél, a multifokális, vagy más néven progresszív lencséknél, itt egy folyamatos átmenet van. Ezek a lencsék is már azért elég régóta megvannak a piacon, tehát most már ez nem újdonság a vásárlók számára. Itt azt érdemes kiemelni, hogy különböző minőségben gyártatjuk ezeket a lencséket, változott sokat a technológia, szélesebbek lettek az olvasó részek, gyakorlatilag a szemüveglencse kényelmesebb lett viselés közben. Tehát ezek azok a részek, amik inkább a fénytörési hibától függenek, hogy ki milyet választ. Pluszban esetleg tudunk ajánlani fényre sötétedő szemüveglencsét, ami nagyon praktikus, pláne amikor erős a fény, nem csak nyáron, télen is sokat tud segíteni, talán még amikor a havastájon erősen süt a nap, akkor sokkal fokozottabb fénymennyiséget kapunk, mint normál esetben, esetleg egy nyári napon. Tehát nagyon sokat tud számítani itt is egy ilyen lencse. Illetve ami, hogyha már a fénynél tartunk, tehát a fényerősségnél, fontosnak tartanám kiemelni, hogy van dioptriás napszemüveg lencse is, tehát tudunk dioptriás napszemüveget is készíteni, ezt sokan nem tudják, hogy ugyanabban a dioptriában akár multifokális szemüveget is tudunk készíteni, ami kifejezetten napszemüvegként funkcionál csak. Ezen felül lehet esetleg még a számítógép előtti használatnál vannak különböző rétegzések, amik kicsit tompítják a gyakorlatilag a vizuális stresszt, amit a számítógép előtt a mindennapi munkában elszenvedünk. Illetve hát ami praktikusabbá tud még tenni egy szemüveglencsét ilyen rétegzés szempontjából, az esetleg a páramentesítő réteg, amit fel tudunk ajánlani. Ez elég sokrétűvé teszi a választást, de hát tulajdonképpen ezt is mindenkinek a saját igényeihez tudjuk szabni, meg persze természetesen a pénztárcájához. Tehát minél magasabb az igény, annál jobban fölfelé kúszik sajnos az ár is, de hát ez mindennel így van. A divat részére visszatérve pedig a szemüvegkeret maga az mindig is egy divatcikk volt, kivéve azt az időszakot, amikor a hiánygazdaságban háromféléből kellett választani, de manapság már ugyanúgy, ahogy egy cipőt, vagy egy táskát, vagy egy sapkát az ember lecserél, 2-3 évente kimennek az adott szemüvegkeretek a divatból, és mindig van
lényegében olyan, amit tudunk újat mutatni. Egyébként a szemvizsgálatára visszatérve, hogy egy szemüveg elkészül, viseli a viselője, mennyi idő az, amit javasoltok felülvizsgálatra? Mert nyilvánvaló, hogy az ember életkoránál fogva, meg annál fogva, hogy használja a számítógépet, kiteszi a szemét mindenféle megerőltetésnek is, azért fejfájás, egyéb dolgok is jelentkezhetnek, és mondjuk úgy gondolja, hogy tavaly előtt, vagy 2 éve lett kész az új szemüvegem, nem kell. Mi az a javaslat, ami egy látszerész részéről elhangzik, hogy azért át kell nézetni egy bizonyos idő után a szemet újra? Hát fiatalabb korban nyilván nem érzi az ember annyira a szükségességét, hogyha jó a korrekciója, akkor kihúz egy szemüveg általában 4-5 évet is. Azért mi szeretnénk, hogyha kicsit sűrűbben járna hozzánk az ügyfél. Nem csak azért, mert nekünk jó, ha 2 évente szemüveget csináltat, hanem azért is, mert általában ennyi idő alatt tud anatómiailag is változni annyit a szervezetünk, hogy esetleg egy szűrővizsgálat szükségessé válhat. Nyilván 40 éves kor fölött ez egy kicsit fokozottabban jelentkezik, ott bejön már az olvasószemüveges probléma, amikor általában 2 évente magától értetődik, hogy el kell mennem, mert egy kicsit megint gyengébbnek érzem. A jártamban, keltemben nézem az ügyintézőket, mindegy, hogy hol vagyok. Nagyon kevesen használnak szemüveget a monitor előtt. És azért napi 8 órákat ott ülnek a dolgozók. Tudjuk azokat a kis internetes titkokat vagy tanácsokat, hogy azért óránként álljunk föl, a szemünk egy kicsit járjon másfelé, ne pedig állandóan csak ezt az egy irányt nézze. Tornáztassuk ezt, pihentessük, nyilván egy-egy óra alatt erre 5 percünk adódik. De azért ez a szemüveg nem véletlenül van kitalálva. Egyébként javasoljátok, mennek hozzátok ilyen érdeklődők, vagy tájékoztatjuk a nézőket, hogy azért jobb lenne, hogyha erre odafigyelnének, mert azért ez problémákat okozhat a későbbiekben. Azoknál, akiknél van valamilyen fénytörési hiba, nagyon fontos, hogy a monitor távolságára jól ki legyen korrigálva. Tehát ott elsősorban erre a távolságra kell megadnunk az éles tiszta látást, hogyha ott egy kicsit homályosabb, erősen kell koncentrálni, sokkal jobban igénybe van véve a látórendszer, hamarabb el fog fáradni a szemünk. Tehát ez nagyon fontos. Emellett viszont az, akinek épp a látása, különösebben nem szorul rá arra, hogy szemüveget viseljen a monitor előtt, ott sajnos csak ezt tudjuk mondani, ezeket az ergonómiai szempontokat, hogy a számítógép képernyője az ne legyen túl közel, tehát körülbelül egy ilyen 60 cm-es távolságra állítsuk be, lehetőleg a nézővonal alá kerüljön a monitor felső része. Ez azért fontos, mert ilyenkor kicsit szűkebb a szemrés, nem szárad ki annyira a szemünk. Tehát mérhető, hogy sokkal kevesebbet pislogunk, amikor erősen koncentrálunk valamire, így azoknál, akik 4 órátnál többet töltenek egy monitoros munkahelyen, általában 60%-uknál jelentkezik ez a számítógép előtti vörös szem, szemfáradtsággal, szúróérzéssel járó gyakorlatilag szemszárasság, amit igazándiból csak műkönnyel tudunk kezelni. Itt is azért fontos, hogy kikérjék a szemész szakorvos, vagy netán az optikus tanácsát abban, hogy milyen műkönnyet használjanak, mert nagyon sokféle kapható a piacon. De az elsődleges az, hogy kicsit csökkentsük ezt a folyamatos, ugyanabba a távolságba néző erős koncentrálást, tehát igenis föl kell állni óránként legalább egy 5-10 percre, és akkor nem leülni egy másik székre megnézni a tabletemet vagy a telefonomat, hanem kicsit úgy megjáratni a szemünket is a lábunkkal együtt. Ami még fontos, hogy próbáljunk egyenesen ülni munka közben, ne lógjon a lábunk, mert akkor el fog zsibadni a nyakunk is, tehát gyakorlatilag terhelődni fog az egész szervezetünk, illetve elnyomódnak itt a lábunkon is az alsó érplexusok, amik egy lábzsibbadást fognak okozni. Tehát ez folyamatosan
terheli a szervezetet, nem csak a szempontjából egy ilyen monitoros munkahely, úgyhogy itt több mindenre oda kell figyelni. Hát összefoglaltuk Dióhéjban mindazt, amit érdemes tudni a látásról, látszerészeti szempontból. Fokozottan ki vagyunk téve a mai információs társadalomban annak, hogy a szemünk jobban igénybe van véve, akár a fény szempontjából, akár egy okostelefon szempontjából, akár a vezetés szempontjából, számítógép használat szempontjából, tévénézés szempontjából. Halad azért a kor, próbálnak jó LED-kijelzős, különböző fénytompítós berendezéseket tenni ezekbe a készülékekbe, de tényleg a szemünk fényénél fontosabb nincs, és hát amit ebből kikövetkeztethetünk, hogy fordulhatnak hozzátok bizalommal azok, akik visszajárók különösen, akik pedig most gondolkodnak épp azon, hogy egy látszerészhez elmenjenek, akkor megtudták azt a birodalmat egy kicsit közelebbről ismerni a képek segítségével is, hogy hogyan történik egy ilyen. Nem kell tőle félni, mert nem fáj. Kedves Ferenc, én köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és tanácsaiddal elláttad a tévénézőket. Bízunk benne, hogy az éles látást mindenki kiemelt szempontként kezeli, és megfogadja azokat a tanácsokat, amelyeket most elmondtál. Én is köszönöm a beszélgetést, illetve hát akkor várjuk az új és a meglévő vásárlóinkat is szeretettel. Kedves nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak az elmúlt 20 percben. Kívánok Önöknek minden szépet, jó egészséget ezekhez a szürke téli napokhoz, kitartást, és próbáljanak meg színt keresni az életükben, hogy jól teljenek ezek a szürke hétköznapok. Mindenkinek minden jót kívánok, viszontlátásra!